A férfiak családban betöltött helyéről és a különböző apa szerepekről szól az Én vagyok az apád című blog. Az internetes felületen hétköznapi apákat mutatnak be. Király Eszter, a blog ötletgazdája vehette át az Erősebb leszel, mert elfordul a tekinteted magadról című interjújáért a Magyarországi Média a Családért Alapítvány és a Képmás magazin Média a Családért díját Budapesten. Az a tenni akarás váljon láthatóvá, amit ezek az apák azért tesznek, hogy a családjukban, a gyermekeikkel kapcsolatban valami önmaguknál többet hozzanak létre, önmaguknál túlmutató dolgot alkossanak az életükben. A Média Családért díjat 2006-ban alapították. Az elismerést évente egyszer osztják ki. A díjátadót Léva Janikó, a magyar miniszterelnök felesége nyitotta meg. A család az azért mégiscsak az a hely, ahol a legtöbb szeretetet kapja az ember, a legtöbb jó éri, a legtöbb támogatás, és így tovább. És hát ez szerintem erről is kellene hírt adni. És ezek az újságíró kollégák, akik itt jelöltek, illetve díjazottak voltak, azt vállalták, hogy a családról, az ott folyó életekről írjanak, nem egy ilyen rózsaszín fátyolon keresztül, és csak csupa jut, hanem a problémákról is írtak, de mégis mindegyiknek egy pozitív kicsengése volt. A Külhoni Média Családért díjat Csatlós Tünde és Trella Várhelyi Gyopár vehette át az erdélyi Nőileg magazinban megjelent Újrafércelt Családok című írásáért. A határon túli zsűri vajdasági tagja Tóth Lívia három délvidéki újságírót jelölt, a Magyar Szó és a Hét Nap képviseletében. Ők oklevélben részesültek. A Külhoni díjat Potápi Árpád János, magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár, és Szász Jenő, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke adta át. Európában nincs még egy olyan családtámogatási rendszer, mint Magyarországon. Remélem az, hogy ebből a családtámogatási rendszerből minél több elemet meg tudunk valósítani a Külhonban is. Én azt gondolom, hogy emellett viszont egy nagyon fontos dolog az, hogy a külhoni magyar szervezetek, politikai szervezetek, pártok gondolkodásába és a magyar családokat tudjuk állítani. Beneda Attila, családpolitikáért felelős helyettes államtitkár a rendezvényen elmondta, hogy 2010-ben a magyar kormány két alapra helyezte a működését, a munkaalapú társadalomra és az erős családokra. 2018. január 1-ével az említett intézkedések között lépett hatályba a Köldökzsinór programnak két eleme, az anyasági támogatás és illetve a babakötvény. Ezt már a határon túl élő magyarok is igénybe vehetik. Ebben az esztendőben több mint 10 000-en vették ezt igénybe. A Média a Családért díjjal olyan nyomtatásban megjelenő cikkeket, rádió és televíziós műsorokat, valamint internetes írásokat jutalmaznak, amelyek információt, erőt, segítséget adnak a párválasztáshoz, az elköteleződéshez, családtervezéshez, a problémák megoldásához és a boldog családi élethez.